Jó estét kívánok, Pogány Judit, Kossuth Díjas. Színész a vendégünk, akit én ismerek majdnem fiatal kora óta, mert hogy egyetemista koromban már rengeteget jártam a Kaposvári Színházban, és azóta ismerjük egymást, ugye azóta hát ő az Örkényben játszik, de hát valami ugyanolyan hihetetlen intenzitással van jelen a színpadon, mint régen, és a mesélőkedve is általában ugyanolyan, tehát úgy folyni szokott belőled a szó. Ez egyébként már gyerekkorodban így volt? Változó, mert volt, amikor egészen zárkózó gyerek voltam. Tehát amikor édesapám meghalt, édesanyám kórházba került. Édesapád már 8 éves voltál. 8 és 8. Igen, 8 és fél. Meghalt. Igen, igen. Úgyhogy akkor gyámszülőköz kerültem Budapestre, és hát egy kisvárosi szabadságban élő 8 éves kislány, az Budapesten a Bartók Béla úti általános iskola, Bartók Béla 27, oda jártam, aztán harmadikos koromtól. A kisvárosi szabadság az mit jelent? Az, hogy a közlekedésre nem úgy kell vigyázni, elengednek egyedül, tehát nem kísérgetnek az iskolában. De ezt a fiam fogalmazta meg csodálatosan, amikor ő első osztályba a Kaposvári Anna iskolába járt, és a Tótlajos utcai iskolába, akkor még az volt a neve, és második osztályba, mikor a Nemzeti Színházba felszerződtünk, akkor a Koltai Roberttel, meg Zsámbéki Gábor, Asher Tamás, Vajda László, Helyei László, igen. Molnár Piroska, Pauer Gyula, Litvai Nelly. Pauer Gyula, ugye díszlettervező, Litvai Nelly elmeztervező. Nem, ő dramaturg volt. Ja, dramaturg, tényleg, bocsánat. Igen, dramaturg volt a Litvai Nelly. Na és akkor így egy csapat felköltözött, és a gyereknek a második osztályt már Budapesten kellett folytatni, és gyakran jött haza sírva az iskolából kezdett. És én azt hittem, hogy beleszakad a szívem, mert én nem szerettem volna neki rosszat okozni, hanem azt, hogy legyen velünk. És mondom, de Gábor, mi baj van? És azt mondta, hogy hát mondom, az, hogy ő nem érzi jól magát. Mondom, de miért, de mi? Nem a gyerekek, a mások, mondom, de mit csinálnak? Mit csinál, verekednek veled, vagy mi? Nem, hanem úgy zudulnak a folyosón. Tehát, és akkor én azt nagyon megértettem. És vissza is szerződtünk Kaposvárra egyébként, amúgy is. Hát de nem emiatt azért. Nem emiatt, de harmadik osztályt már odalent járta, és... De én megtettem volna ezt a fiam miatt is egyébként. Szóval, hogy... Tényleg? Igen. Mert hogy ti se éreztétek magatokat jól itt Pesten, mert ez a Nemzeti Színházi Légkör az nagyon eltért ugye attól a Kaposváritól, hát, amit ti megszoktatok. Hát összekeveredett két teljesen más mentalitású és munkamódszerű és ízlésű világ. Tehát a kaposvári zudulós, fiatal csapat, egy része, azt amelyik beültették a Nemzeti teljes, Színházba. Politikai jellege is volt, igen, annak, igen. A színháznak, tehát ellenzékinek számított, és olyan más, egészen más játékstílusban. Más volt az egész munkához való. Megfogalmazható, hogy mi volt a különbség a két színház között? Hát az a baj, hogy ott ugye kialakult egy olyan csodálatos, amit ma úgy fogalmaznék meg, hogy az együtt gondolkodás képessége. Tehát ott a Kaposvári Színházban volt egy mag, és ahhoz mindig azok jöttek, akiket az a módszer és az a gondolatrendszer, az az értékrend érdekelt. És akkor kialakult egy ilyen együttgondolkodás értéke, vagy képessége, ami azt jelenti, hogy borzalmasan tudtunk a másikkal együtt, tehát együtt volt a rezgésszám. Igen, hát én tudom, hogy ott na az most volt. Ebből kiemelnek mondjuk 5 színészt, és beteszik egy teljesen más hangulatú közegbe, akkor az az 5 sem tud ugyanolyan jól teljesíteni, viszont az ott maradók pedig látják, hogy ez nem az a ritmus, nem az a munkamódszer. Tehát mit tudom én, volt olyan, hogy mondjuk a drága Avar István, ő például hófehér kötött nagy laza pulóverba járt próbálni. Ami alatt mit tudom én, a Koltai Robert, amikor a Terzíti ezt próbálta a Shakespeare darabban, akkor már 4 kézláb járt, már majdnem az olvasópróbán. Tehát, hogy mi más ritmusban és más vehemenciával dolgoztunk, amit akkor egy ordító fiatal társulatnak neveztek a fővárosi szakma, de nem találkoztak a rezgés számok. És bántottak is titeket. Bántottak tehát, is. Tehát ki lettetek kokítva? Volt olyan színházi ember, aki komoly ittas állapotban, mentem be
Natassát játszani, egyik jelenetre mentem, pedig nehéz volt, Őzével csodálatos jelenet, és azt úgy könnyökkel meglökött, hogy majdnem így a falnak billentem, aztán tudjad ám, hogy hol a pont, mert nem szerették a mi teljesen rendhagyó fajta ízlésünket. Tehát ahhoz képest, ami akkor Pesten a uralkodó divat volt a színház ízlés. Később tulajdonképpen mégis ebből lett a Katona József Színház. Igen, de addigra... Tehát ugye a Kaposvárról, Szolnokról jött emberekre, addigra, csak addigra ti visszahúztatok Kaposvárt. Mi visszamentünk, de addigra kiderült, hogy kik azok a régi csapat, a régi társulatból, akik képesek együtt gondolkodni mégis, és átveszik azt a fajta ízlésvilágot, amit a Zsámbéki oda, meg a Székely Gábor oda bevittek és próbáltak honosítani. Ugye te felvételiztél a színművészetiről, és lehet, hogy azt lehet mondani, hogy mázli volt, hogy nem vettek föl, nem? Nem tudom. Mert hogy Kaposvárot te... Ugye neked elég szabálytan alkatod van. Igen. És hogy Kaposváron érzékenyek voltak ezekre a szabálytalan alkatokra, amiről egyébként azt mondod, hogy nagyjából egész életedbe küzdöttél az alkatoddal, a beszédeddel, igen, mindennel. Igen, de és ez tény is való, hogy én sehol máshol nem válhattam volna színésszé, csak a kaposvári társulatban, ahová olyan rendező egyeniségek, ugye, mint Zsámbéki Gábor, volt az első, aki így a kor. Hát nem, a Horváth Jenő volt az első, azt kell mondanom, hogy Horváth Jenő volt az első, aki annak idején Gáti György igazgatóval, Horváth Jenő főrendező, engem egyáltalán meghallgattak, és fölvettek őt a színházhoz. Egyébként gonosz Horváthnak hívták. G. Horváth Jenő, így mondták. Ja, G. De a gonosz. De az azt jelentett, hogy gonosz Horváth. Semmilyen szinten nem tudta elviselni a tehetségtelenséget. Ja. Ő képes volt a primadonnának azt mondani, hogy maga menjen el, kalauznak. Tehát, hogy ő nem tisztelte azt, hogy valaki nem tudom hány éves, vagy a társulatban ő a vezető színésznő, vagy pont primadonna, tehát, hogy bizonyos tisztelettel lehetett volna esetleg bánni velem, az nem létezik. Tehát ő a bárkit elküldött, mondom, és itt nem a kalauzon van a hangsúlyt, tehát ő ezt csak példának mondott egy foglalkozást, tehát a kalauz az egy csodálatos foglalkozás, és amikor egy kalauzt játszottam valaha egy filmen, akkor én azt nagyon kedveltem. Figyelj, majd mindjárt megmutatjuk, mert van. Hogy nem színpadon van a helye. A Csini babából, ahol kalauzt játszottam. De jó, de még egy picit. Tehát, hogy nem színpadon van a helye, és kész, és ezt ő nem tudta ezt udvariasan vagy finoman, hanem nagyon durván. Színpadon van a helyed? Én egy picit sem voltam biztosan. Kétséged, miközben tudom, hogy te már a kollégiumba, tehát gimnazista korodba, már össze-vissza mindenféle színjátszó, körszavalás, versenynyerés, minden volt. Hát igen, ott volt egy igazgatónk, de jó, hogy elmondhatom a nevét, Kovács Gyula. Ma nagy dolog, mit tudom én, európai szellemnek lenni, érted? Meg vannak ezek a világpolgárok, meg nem tudom mi. De 1959-től 63-ig súlyos időkben, amikor én a Békés Csabai NÁV nevelőintézet tanulója lettem, és 63-ban érettségiztem, akkor volt ott egy MÁV kollégium, aminek Kovács Gyula volt az igazgatója, és ő akkor már európai szellem volt. Tehát, hogy olyan fantasztikus, szabad gondolkodó, és minden, 44-en voltunk, ez egy kastély volt, tulajdonképpen protekcióval lehetett csak bekerülni. De én akkor nagyon-nagyon jó. Neked a nevelő ma már dolgozott MÁV, a MÁV-nál. MÁV tehát... tervező irodában volt osztályvezető. Igen, aha. És ilyen úton kerülhettem be. És hát voltak nagy létszámú MÁV kollégiumok Kőszegen, Kaposváron, Szegeden, de ez a Békés Csabai, ez egy kiemelt helyzetű 44 lány, üvegfalú, téli kertel, stb. Tehát mi nekünk akkor 50 valányban nejlon blúzunk volt, bársony, csokor nyakendőre. Szóval mi nagyon papuccipő, meg ilyenek, tehát hogy nagyon szépen voltunk tartva, hogy úgy mondjam, de ő volt az a személyiség, a Kovács Gyula, és a felesége mai napig él, és minden évben egyszer találkozunk, képzeld el, azóta is. Néha van egy mag, akik azóta is az évan, minden évben felköszöntjük. Ez csodálatos alkalom mindig. Na, lényeg az, hogy
mindenkiből kipiszkálta a tehetség morzsáját is. Mindegy, hogy mihez volt tehetséget. Mert amikor, mit tudom én, teniszpályát építettünk, akkor kiderült, hogy ki az, aki ügyesen fogja a lapátot, és szitáltuk ugye a vörös salakot, vagy szilvaszedés, vagy bármi. Minden nap be voltunk osztva konyhára. Tehát nekünk nagy mennyiségű kondérban már akkor főznünk kellett, meg minden. De mindenkiből tehát nem az volt, amit gyakran a mai iskola rendszer nagyon hülyén csinál, hogy mindenkire ugyanazt a dolgot próbálják ráhúzni. Nem, ott pontosan kiderült, hogy ki az, aki szépen hímez. Én nekem például állandó előadásokat kellett tartanom. Akkor volt újdonság a Hanzelka és Zsigmond, már azt se tudják talán, hogy kinek a nevét mondom. Ez két cseh világutazó. Hanzelka és Zsigmond, és a világ összes földrészét bejárták, egészen járatlan, lakatlan vidékeket, ne, és ilyen vastag, hatalmas, csodálatos útikönyveik jelentek meg, és hát ezt faltam egyszerűen, és én mindig tarthattam, volt kis előadás, amikor valaki csak 20 percig, 25 percig egy bizonyos témáról, és ott ült olyankor az egész intézet, a tanárok, mindenki, és egy ember kiállt egy pici dobogóra, és ott előadást tartott az ő témájáról. Uh-huh. És volt kis előadás, és volt nagy előadás. És én mindig tarthattam nagy előadást, és én mindig a Hanzelka és Zsigmond anyagaiból egyre, és akkor rajzoltam a térképet, mutogathattam, és ízesen és jól elő tudtam adni a Hanzelka és Zsigmond útleírásaiból azokat az élményeket, ami engem a legjobban folytogatott, és borzalmasan szerettem. Na, és akkor kiderült, hogy van egy ilyen közlési szándék, és akkor az igazgatóm azonnal benevezett, verset adott, szavaló verseny, itt első lettem, na jó, akkor területi, osztály első, iskola első, város, területi, országos, nem tudom. És így kiderült, hogy visz, és megy, és akarja. És hát ő volt az, aki azt is akart, hogy én menjek főiskolára jelentkezni például. De ruhám se volt, hát ebbe a szontyer ruhában, még hogyha nylon blúz, akkor se. Hát az nem arra való, hogy mint nő az emberet, meg fiatal lányként megjelenjen. Úgyhogy én kölcsön szoknyában meg. Hát szóval borzalmas volt, ahogy ott megjelentem, és egy egészen jelentéktelen külsejű, ázott veréb. Tehát, hogy hát én halálosan értettem a bizottságot. Miért vettek volna fel? Hát én mit mutattam ott meg magamból? Na jó, de Kaposváron akkor mégis miért vették észre benned? Az más, hogy... az annyi volt már, hogy Kaposváron, hát akkor ugye úgy volt, hogy jogot tanulok, meg hogy majd nagyon jó tanuló voltam, tehát nekem fájt az, hogy a nevelőszüleim nem akartak egyetemre engedni. Szóval fiú mehet, bátyám orvosnak tanul, én közgazdasági technikum, egyből legyen egy kenyérkereset a kezembe, stb. Tehát, hogy én nem mehettem tovább tanulni, és hát mindenféle vágyat, én csillagásztól kezdve erdészen át építészmérnök, annyi minden akartam lenni, hogy őrület. Állatkerti gondozó is, minden. Szóval nagyon is színészként ezt beteljesítette, tehát lehet értem érdek minden. Lényeg az, hogy elkezdtem már, akkor éppen a megyei bíróságon voltam adminisztrátor, amikor hívtak telefonhoz, de én korábban akkor elkezdtem járni egy kaposvári fiatalok vidám színpada, ez volt a teljes neve az együttesnek, egy amatőr csapat, és a 1965-ös Kimit tudon, a Karinti emberkert tragédiáját játszottuk, és az ott bomba siker lett. És abban Évikét játszottam, és akkor rögtön a jelenet után jöttek gyártásvezető, filmrendezők, minden adatokat, neve, csak aztán az adatokból kiderült, hogy nem 10 éves, meg 14 éves vagy, hanem 21. És akkor nyertek egyet, és azt gondolták, hogy egy jól instruálható, cserfes, bátor gyerekszínész találtak, érted? És közben kiderült, hogy egy 21 éves asszonság. Tehát, hogy csak hát úgy néztem ki, mint egy, tényleg, mint egy, még annyira sem, mint egy veréb, mint egy elázott veréb. Na. De hát, ha jól emlékszem, Kaposvárra talán a szorszoros értelmébe elázva mentél, vagy oda meg bizony elázva. Igen. Ugye? És de azért, mert látták, tehát azt a színház segédrendezője... De esett az eső, vagy mi közben, vagy? A színház segédrendezője rendezte, aki mit tudott, a Karinti. Ja. És akkor a kollégái, hát csak úgy kedves, szeretetből nézték, és behívtak, amikor a Gárdonyi Ida regénye című regényéből színpadi adaptációt rendezett Bagó László Kaposváron, 1965, szeptember, november 1-jével szerződtettek le, behívtak, intézeti kislányokra volt szükség, és behívtak, és akkor a irodavezetőnöm felkísért a megyei bíróság elnökéhez, aki pont akkora volt, mint én, csak még akkor én kisebből, meg kicsit úgy pirosposgány, és hogy megcsípett, hogy amit nagyon nem szerettem, de azért
mégis elengedett, mert mondták, hogy felmondási idő nélkül kéne azonnal mennem. És akkor azt mondta, na jó, van, annyira szeret szerepelni ez a kislány, hátjuk, hogy menjen, és így megcsükkedett, és azonnal, másnap reggel már színházba mentem, és otthon nem tudták. Én minden nap reggel 7:30-kor eljöttem otthonról, és egy évig csináltad? Nem, hamarabb lebuktam, mert a szomszédasszonyok megmondták a nevelőanyámnak, hogy jaj, láttuk a Juditkát a színházban, jaj, de aranyos volt, és megtudta. És akkor ettől kezdve egy évig éltünk úgy egy lakásban, hogy nem is köszönt nekem. Hát mert mondta, hogy kell neked az a cigánybanda, meg az a cigány, tehát majd meglátod neked. És nagyon megharagudott rám, hogy nem a bíróság és nem a jog. Rettenetes volt, rettenetes. Olyan feszültség és volt. Hát szóval borzalmas. És te akkor már tutira tudtad, hogy neked ez kell? Nem, én akkor azt gondoltam, hogy én úgy, hogy mondjuk 5 évet adok magamnak, hogy kiderüljön, hogy van-e jogom egyáltalán kepeckedni így a színpad után, érted? Tehát addigra én már olyan pillanatokat élhettem meg játék közben, legyen az, mit tudom én, a József Attila kései siratója, amit annyira éreztem, és úgy gyűlt belőlem, hogy azzal mindig úgy első lettem ilyen szavoló versenyeken, vagy mit tudom én, de hát más is. Mondtam olyat is, hogy pocsüji, tibeti foglyok. És azoknak a... Tehát én pontosan tudtam magamról azt a fajta empátia készséget, ami ritka a pályán, érted? Tehát, hogy olyan mélységes mélyre bányászásra vagyok alkalmas, idegileg és a fantáziám, tehát az a fajta színészet, amikor azt mondják, hogy hát elszállt az angyal. Tehát amikor csoda történik. És én azt én tudtam magamról. És ezt láttam de meg rajtad is, egyébként Zsámbéki Gábor is. Nem csak Zsámbéki, hát már a gonosz Horváth Jenő. Aha. Érted? Tehát amikor én egy főiskolán, kölcsön szoknyában, rettenetes külsővel megpróbáltam, és ugye nem készült, nem voltam elég szorgalmas. Tehát én nem hittem abba, hogy én oda, hogy fel fognak venni. Tehát nem készültem elég becsületesen. Olyan verseket írtam össze a 10 verses listámra, amiket valaha valamilyen iskolai ünnepségen már mondtam. Tehát semmi értéket nem mutattam meg magamból, és ott izgulva, nagyon, nagyon negatív gondolatokkal nem tudtam ezt a fajta átélő képességet se ott megmutatni. Tehát akkor most jött egy ilyen kis cserfes csaj, mi az ördög, hát miért vennék fel, érted? Tehát én értettem, de azért nagyon fájt. És amikor behívtak Kaposváron meghallgatásra, mert hogy intézeti kislányok kellene, akkor az volt a szerencsém, hogy a gonosz Horváth Jenő hallgatott meg, és a Gáti György nevű igazgató, és Tarnai György karmester. Hangom az egész rendesen volt még akkor minden, tehát hogy egyszerűen fölvettek és kész. És amikor politikai okokból őket egészségügyi okokra hivatkozva leváltották, akkor jött a PÉK igazgató, a Lacina László, és hát ő neki nem voltak velem tervei. Hogy ja, én akkor hát miért ő maradtam volt az, akit aztán a Kortai Robi a filmjébe kifigurázott. Igen, kicsit parodizál, szocializmus igen. Meg ilyen. Igen, igen. De hát ő PÉK volt eredeti foglalkozása szerint, tehát annak a kornak az volt a legnagyobb bűne, hogy olyan embereket helyezett olyan posztra, amihez nem volt tehetségük, és tönkre mentek, és a harmadik infarktusa vitt el, úgy halt meg. Hát ilyesmi ma is előfordul, csak az infarktust nem kapják meg hozzá. Nem tudom, de... Na szóval, hogy akkor ők a gonosz Horvátot és a Gáti Pipit leváltották, és akkor jött egy másik korszak, és ha akkor nem kerül oda, ez már 65-66-os évad végén elment a gonosz Horváth, és 68-ba került oda a Zsámbéki. És akkor a János Vitézben azt mondja, hogy volt a karban egy kislány, aki öklömnyi valóságos könnyekkel síratta, ahogy elmegy Huszárnak a vőlegénye, aki egyébként a akkori társulat alkoholista kiöregedett szólótáncosa volt. És hát mindenki csodálkozott, hogy én hogy csiratom, jobb lett volna inkább. De nem, mert én szerettem. Én annyira boldog voltam, hogy bekerülhettem a színházba, hogy mindenkit szerettem. És próbakezdéstől, próbavégéig, előadáskezdéstől, ott álltam a portálba, és mindenkit néztem. És ha rossz volt, és nem tetszett, akkor abból tanultam. Mm-hmm. Tehát, hogy minden. Na mindegy, Zsámbéki egyszer csak akart nekem szerepet adni, de mindig kihúztak. Mutatta a kockás papírt ceruzával, és fölé írva az a lány, aki a Lacina László szeretője volt. De
És akkor egyszer csak jött egy olyan gyerekszerep, ahonnan nem húztak engem ki. Ez a Várj, még sötét lesz. A Várj, még sötét volt ebben, ugye van egy ilyen, most éppen megy egyébként a Belvárosi Színházban. Na, ott és a Tímár Éva volt a vaknő, és hát egy szerelem lett én nekem az a szerep, és az ő vele való. Abba egy ilyen 14 éves, aki egy a kis durcás, szemüveges. Durcás, de aki jobban van ezzel hát a vaknővel. Végül már jobban lesz vele, igen. De először egy nagyon durcás, tüskés kislány, és csak meg akarja szerezni a babát. Amit a férjétől kap ajándékba, csak egy kábítószer van benne. Egy ilyen krimiről van szó. És végül ő ment. És ugye ezt a szerepet senki nem akart eljátszani. Nem akarták az orrom elől elő, és akkor ezt megkaptam. És akkor már a emlékszem, Wallinger Endre, például ilyen egész szakaszt írt rólam, külön a kritikában például, meg ilyenek. És akkor innentől kezdve színésznőnek számított? Már egyre több. Tehát már maga a Pék igazgató és a Betty Paris rámoztotta a Szellemi Boszorkányokba, tehát ő is egy picit átgondolta a döntéseit. És nem sokkal később én, Asher Tamás lejött a diplomarendezését, ott rendezte a Szépernő Patikába, Kati a cselédlány. Hát az egy repülés volt az Asherrel, csodálatos. De az nekem valami rémlik, hogy az Asher valami eszméletlen körülmények között, mert az Ashernak téged javasoltak, nem? Igen. Tehát én nem látott, és elment hozzátok lakásra. Zsámbéki mondta, hogy elment hozzátok lakásra, és na, aztán ott ő végképp lepukkant állapotban. Hát ott én szülés után egy hónappal körülbelül a fürdőszoba ajtó nyitva volt, és én a kád szélén álltam terpeszállásba, hogy teregettem a pisis pelenkákat. Mosott pelenkákat, és akkor a kopogtak. És így ebbe a terpeszállásba, és ott állt egy ilyen Krisztus forma, ekkora égőszemű fiatalember, és azt mondja, hogy Asher Tamás. Jaj, mondom, ne haragudjam, ennyi pizsamába, érted? Ilyen löttyet agyonmosott rózsaszín flanell pizsam. Na, ne haragudj, nem tudtam, hogy jön valaki. Az ugye nem baj, csak őt a Zsámbéki küldte, hogy ismerkedjünk meg. És akkor, hogy ő egy szerepbe úgy gondolkodott, és hát most akkor visszamegy, és akkor Zsámbéki elmesélte nekem, hogy Asher visszament, és azt mondta, jó lesz. Mert ő nem egy helyes, csinos, helyes kis cselédlányt akart, hanem, hát nem publikus, ahogy ő ezt megfogalmazta, de hogy egy ilyen repett sarkú, mosogató lészagú lányt akart. Tehát, hogy egy egészen ócska teremtést. Visszament, ez a jó lesz. És akkor megkaptam a szerepet, csodálatos, jó időszak volt, egy nagy élmény. És az Asherrel ugye ez egy egész életre szóló, fantasztikus kötődés és kapcsolat és egy barátság lett a vége. A mai napig boldog vagyok, mikor ugye 22. éve játszok az elnöknőket. Az elnöknőket 22 éve. Igen. Én egyébként ott voltam az úgymond búcsú előadáson, aztán mégis tovább játszottatok. Már kétszer is próbálták levenni műsorról, csak aztán ugye reklamáció volt, a szervezés mindig jelezte, hogy keresik a darabot, és akkor mindig visszatették. És most már a Máté Gábor azt mondta, hogy hát tulajdonképpen ő most már ezt nem fogja levenni, addig játsszuk, amíg szellemileg bírjuk, vagy egészségileg bírjuk a dolgot, úgyhogy hajrá. Ugye ebben három Kossuth Díjas. Immárom három Kossuth Díjas közülök. Ott három ténysasszony. Szirtes Ági, Csákányi Eszter, meg én, és igen. De figyelj, ezek az asszonyok valami hihetetlen gonoszak. Persze. Tehát ezek ottan kinyírják egymást, gyilkosok, és valami süt belőlük a gyűlölet. Szóval az azért érdekelne, hogy, és azóta játszol, az Örkény Színházban is játszod a nagyanyát, aki csecsemő. A Mesél a Bécsérdő. Valaha a kislányt játszottam, akinek megölték a lányát, igen. Most meg azt a nagymamát, aki megöli a csecsemőt. Igen, az is a Ser előadás volt a Mesél a Bécsérdő. Igen. Na de ezt a te mérdek gonoszságot például honnan szeded magadból? Mert úgy, tehát ez benned van? Mindenkiben benne van, de azért ezt a gyilkos izét, szóval nehezen tudom rólad elképzelni. Figyelj, én egyszer játszottam egy szerepet a Michael Hanekénél. Szerintem egész Magyarországon az egyetlen színész vagyok, aki valaha játszhatott a Michael Hanekénél. És a végén, amikor vége lett a forgatásnak, letérdelt, megölt lábam, megköszönte mindent, és utána megkérdezte, hogy tudom-e, hogy miért osztotta rám ezt a szerepet. És mondtam, hogy elég nagy empátiakészséggel játszom, és valószínűleg az egyik, de a másik az, hogy én nem akartam egy,
egy egyértelműen negatív figurát játszani abból a nőből, aki egy féllábú katonát megfog magának, mert özvegyasszony, háborús özvegy, és 5 éves kislánya van. És hogy nem csak megfogni akartam, hogy apa legyen a lányomnak, hanem utána, amikor nem bírom biológiailag, és kiborulok, és kriplinek nevezem, és leköpöm, és megcsalom a szomszéd rendőrrenden, akkor azt mondja, hogy akkor én úgy játszottam el ezt a negatív szerepet, hogy megvédtem az asszonyt. Tehát, hogy az igazsága az közben ott rezgett. Érted? Tehát, hogy miért csinálom ezt? Mert ha bármennyire szeretnék valaki egy társat, de ha egyszer biológiailag nem vagyok képes bevállalni, akkor nem megy a dolog, és kész. És ezt az öreg asszonyt én pontosan tudom, hogy ő azt akarja, és foglal körül, hogy az unokája szabad legyen. Ne legyen a nyakán az a csaj, ne legyen az a gyerek a nyakán. Na most ez persze, hogy akkor is negatív figura, de én nekem abban a pillanatban a magam szempontjából igazam van. Mm. Mert én az unokámat szeretem. Érted? És ezeket, hát én játszottam a Tolsztoj Sötétség hatalma, abban is a gyerekgyilkos nagymama, aki a fiát arra biztatja, hogy mert nem bírja megölni a saját gyerekét, ott is azt akar, hogy szabad legyen a gyerek, és hogy ne legyen a nyakán az unoka. És akkor, vagyis hát szóval, hogy a nagymama unokája. És akkor mondja, hogy de hát hogyan, azt mondja, tedd rá a deszkát és ülj rá. Tehát ilyeneket mond a saját fiának, hogy az ő csecsemő gyerekét hogyan ölje meg. Ez a sötétség hatalma. Igen, ez mehet, hát a Alföldi Robert rendezte Buda. Dehogy is, nem, most. Na, de, igen, Buda most, de megy, annak idején most. Egy amerikai igen. Srác itt volt Magyarországon, és a Trafóba játszottuk, igen. Tehát hogy hát kőkemény először, de engem direkt izgatott, hogy itt Magyarországon, ahol engem olyanok ismernek, amilyennek ők elképzelnek a kisvuk hangja után, ritkán kapok ilyen szerepet, érted? De az a srác az nem törődött vele, ő figurálisan úgy érezte, hogy jó lesz. Meg van egy nagyon kedves barátom, a Lengyel Anna dramaturg, és ő ajánlotta a fiúnak engem, ennek az amerikai rendezőnek, és így jutottam ahhoz a szerephez, és imádtam játszani. Tehát csodálatos színeket mutatott meg az ember egy olyan szerepbe, ami neki nem való. És a Vágy villamosát is azért szerettem, a Blanche-t, mert az nekem nem való. Egész világon állandóan örökké az aktuális hősnő játsza, érted? A gyönyörű, szép nő. A Tolnai Kláritól kezdve, nem tudom, mindig gyönyörű nők játsszák a Vágy villamosában a Blanche szerepét. És a Ács Jani hazajött egy fél éves ösztöndíjból Amerikából, azzal, hogy majd egyszer szeretné megrendezni a Vágy villamosát, méghozzá Pogánnyal. Senki nem értette, miért. És akkor egyszer jött egy műsorbeli változás, elmaradt az Übük Király, és azt mondták, hogy na most kéne a Vágy villamos, hirtelen, és 3 hét alatt gyorsan meg kellett csinálni. És akkor azt én eljátszhattam, de senki másnál nem kaptam volna meg azt a szerepet, csak az Ács Jánosnál. Aki mást látott, és máshonnan, és ő pontosan tudta, hogy az én anyám is alkoholista volt, és kórházba volt, és én az egész ideg összeroppanását belejátszhattam abba a szerepbe, érted? Amikor, mit tudom én, hajtűt tűzött a cigarettába, és mi rémülten néztük a bátyámmal, hogy mit csinál, és én hallgattam, de bátyám, anya, mit csinálsz? Nem találom abba a szipkáját, és már az mind az ideg összeroppanásnak része volt, és ezt én megcsinálhattam ebben a Blanche-ban például. Hát egyébként az eszméletlen színészként mindent felhasználhatsz. Egyszer nekem elmesélted, hogy a mamát halálát belejátszottad a 3. Rihát. Abszolút. York a betegségét. Tehát a azt a fajta gégerákot. Azt a hangot kvázi elloptad tőle. Igen, kicsit rá is mentem erre a dologra, mert hangszárgyulladást kaptam miatta, mert hát ugye megnéztük a zenei vezetővel zongorán, kb. 12 hanggal lejjebb kezdtem beszélni, tehát egy teljesen elmeszesedett egész. Na most ezt nem lehet azért heteken át. Szóval ezt nem lehet. És akkor próbáltam picit még javítani rajta, hogy ez mégis hallható legyen színpadról, de hát közben lerekedtem, begyulladt a hangszál, meg minden. Tehát ilyeneket azért nem lett büntetlenül, de az tény és való, hogy én akartam használni anyám hangját. Várjál, volt valami rajzfilm sorozat, amiben te 100 féle hangot, az melyik volt? Az hát a most a Bogyó és Babóca, először 83 hangféle, mesélővel együtt,
tehát a főszerepekkel minden együtt, de hát ugye van, aki egy mondatra jelenik meg egy figura. De aztán a 83-hoz hozzájött még a Gomba, meg a Kisvakond, akkor lett 85, és most fölvettük már hangban a következő 17 részt, úgyhogy most már 102 vagy 103, nem tudom. És ez hogy jön ki belőled? Tehát ezt megnézed a figurát, és kapásból jön, vagy kapásból. Ezt gyakorol? Kapásból? Nem, erre ha olyan típusú színész az illető, akinél ez az empátia készséget, ez a hihetetlen erő fantázia készség működik, akkor én a személyiségre gondolok, és megszólal egy hang. És akkor azon előfordul, hogy javítok, mert azt hallom, hogy igen, de ez nagyon, tudom én, nagyon sok kicsi lánybogár van. Tehát amikor a Milla a hóbogár, vagy a Szellő a szitakötő, vagy a Babóca a Katica kislány, vagy a Rózsabogár, meg, tehát ezek mind lányhang, kis termetű kis lányhangok, és akkor azoknak sem szabad teljesen egyformának lenni. És akkor még gondolok valamilyen tulajdonságára annak a elképzel, hóbogár nincs, vagy legalábbis én nem ismerek. És akkor, de mégis elképzelem, hogy őnek nem kell, hiába bármilyen áttetsző, finom, meg sérülékeny, mégis ő egy kicsivel lejjebb kerül, nyugodtabb lesz a hangja, és levegősebb. Akkor a Szellő, a szitakötőbogár, az is egy levegős hang lesz, lassabban beszél. Tehát, hogy a rezdülése, a lénye, az kell, rágondolok, és megszólal egy hang. Teljes, ezt egymás után tudod, hogy váltogatni igen, is tudod, igen. Tehát magyarul folyamatosan föl tudják venni, hogy egyszerre mondasz 20 hangot. Hát ez úgy alakult ki, hogy Mohácsi Emil, szinkronrendező, csodálatos szinkronrendező, egyszer kihívott próbahangra, mert hogy megjelent a Kacsa mesék itt Magyarországon, vagy Disney, és akkor kihívott a három kiskacsára próbahangra. És akkor úgy mindig egy picit, ha más színű volt, piros, kék, zöld. És akkor tiki, niki, viki. És akkor, vagy fordítva tiki, viki, a kék volt a viki, és tiki a zöld. Na és akkor a más színű hangú kacsáknál volt egy éles hang, akkor volt egy, aki tudálékos, és akkor jó, mélyebb, kicsit, de az is azért ropogtatja a beszédet, nem fius. Akkor a tiki a zöld, hogy akkor az legyen a legnaívabb, vagy nem tudom. Na most először én csak egy kicsit raktam följebb-lejjebb, és még nem alakult ki, hogy akkor legyen már egy kacsának egyféle hangja. Csak mindig arra vigyáztam, hogy egy másik kezd beszélni. Uh-huh. És ha előtte fönn voltam, kicsit lejjebb tettem. Ha ott voltam, akkor vagy alá mentem, vagy fölé. És egyszer csak látom, hogy miért ne legyen már mindegyiknek a maga hangja a saját. És akkor mit tudom én, a 5.-6. részre ez így kialakult. És először a két szélső, a párbeszéd két szélsőjét A szalagra fölvettük. A köztük lévőt B szalagra föl, és akkor a hangosztály kever. De aztán elkezdtem tudni már, aláhúztam a színnel, pirosat, kéket, zöldet, és akkor automatizálódott a fejemben a hang. Azonnal tudtam váltani, és önmagammal képes voltam összevezni. Úgyhogy volt, amikor már a rajzoló szobákból a hangszobába, a hangpulthoz mögé álltak az üveg mögé a rajzolók röhögni, hogy én hogyan csinálom. Ezt meg tudod most mutatni? Nagyon rossz. Nem szívesen, mert már nagyon rosszul állnak nekem ezek a dolgok. Így tudom én, hogy elveszett a Dagobert bácsi pénze, és akkor, hogy a három kiskacsa mindenbe benne akart lenni, elmegyük megkeresni, és akkor mondjuk a piros volt az a hangadó többnyire, a kék a tudálékos, és a kis zöld az meg, hát úgy megy utánuk. Na és akkor mondtam, Niki a fővezér, a piros, azt mondja, hogy na jó, akkor én erre megyek inkább, jó? De hogy megyünk arra, hát a Dagobert bácsi arra ment, hát csak tudja, hol vesztett el a pénzt. Nem igaz, hát ha egyszer ne arra megyünk, úgyis ő találja meg előbb, nem ért? Erre menjünk, mondja megint a piros. És akkor a zöld hallgatja, azt mondja, ne veszekedjetek, Niki, te menjél arra, Viki, te menjél arra, én meg itt várok, jó? Szóval, hogy de már ezeket nem csinálom. Utoljára Vukkot is inkább csak akkor mutattam meg, amikor
van egy kemény anyagom, a pedig én anya voltam, az egy... Amit hát, tegnap éppen Debrecenben játszottam, igen. A kétszeres gyerekgyilkosságra felakasztott anyának. Ez az utolsó örül, Magyarország, utolsó Magyarországon kivégzett. Hát nem pontosan utolsó, mert közben bejött a halálbüntetés tilalma, de még ő titokban felakasztották gyorsan, de dokumentálva ez nincs, tehát nem ő az utolsó halálra ítélt Magyarországon, hanem valaki más tartanak számon. Nem tudom ezt a pontos történetet, hiszen én csak másodkézből hallottam az egészet. Vajda István járt utána ezeknek. Ez egy dokumentumanyag, tehát valódi riportok. Egy monodráma, amit csinálsz. De igen, hogy jön ez a VUK-hoz? Úgyhogy a Csillagbörtönben is játszottam, Aszódi javító nevelőben, tehát én nagyon örültem, hogy... Én az egyik helyen voltam. Te voltál velem az Aszódi javító nevelő intézetben, ahol aztán utána beszélgetés, meg te is beszélgettél gyerekekkel, minden. Igen. A Lázár Kati meg a Csillagbörtönben jött le velem. Na mindegy, és aztán a Tököli börtönbe is, és ott az egyik nevelővel, tehát az elítéltekben jött egy ilyen szándék, hogy ők megmutatják az elítélt fiú szemszögéből a történetet. És csináltak egy egyfelvonásost, ők is. És akkor játszottam a Pince Színházban ez ideig úgy, hogy az első felvonás én voltam, az eredeti anyagunkkal, és szünet, átdíszítés, és a második felvonást az elítéltek, eljátszották a fiú szemszögéből ezeket a bűncselekmény, erről való vallomást. És képzeld el, hogy hát az elítéltek ugyanabban az öltözőbe öltöztek, amiben én szoktam egyébként, mert az volt a nagyobb, a Pince Színház alsó folyosóján. Én meg egy kisebbe, és mikor végeztem, én bejuttam az övékére, megnéztem, mentem gratulálni. És kérdeztem az őrtől, hogy hát gratulálhatok, tessék, tessék, de ők nem jöhettek ki az öltöző ajtó. Tehát az öltözőbe egy kis szobában 12 férfi ember, némelyik nagyobb darabocska, rendes férfi ember, némelyik fiatalabb korú. Egy ajtó részbe ott, így a fejek, minden, és azt mondták, hogy búcsúzóul kérhetnek valamit, mondom, bármit. Hogy a VUK hangján egy-két mondatot, mondtam nekik, hogy ez már nagyon rosszul áll nekem, de mondom, nekik teljesítem, és akkor mondtam, hogy kicsi vagyok, fázom, kivigyázz most már kislókára, de ezek másfél métereseket ugrottak, ezek a félig kopasz fiatal emberek ott az öltöző ajtóba. Olyan boldogok voltak, na most, tehát ez a bizonyíték arra, hogy a rossz az nem eredendően van egy emberben. A bűncselekmény nem eredendően, hanem az élet, a körülmények befolyásolják. Van hajlam, vagyunk rosszak, vagyunk közepesek, vagyunk jók, legjobbak, nem tudom én, de szóval ez csodálatos volt, hogy bizonyos bűncselekményekért elítélt 12 darab kopasz ifjú ott szorong egy ajtóba és várja a kis VUK hangját. Tehát ez egészen lenyűgöző. De minden, akkor mutattam meg a kis VUK. Elég szép sikereid voltak, nem csak színházban, hanem filmen is. Most azért kötök át így nagy javaszul, mert van három bejátszásunk, azért azt muszáj, okay. Muszáj valahogy elsütni. Az is viszonylag hamar kiderült, nem? Hogy neked ez megy, nem? Hát még fiatal kezdőszínésznő voltam, amikor Szász Péter, a Szász János filmrendezőnk papája, Bornyi Gyulával, a csodálatos operatőr társával, egy kis fehér busszal megérkeztek a Kaposvári Színház parkolójába, és hozták magukkal Kern Andrást. És jöttek próbafelvételt csinálni velem. És akkor Tennessee Williams, ez a ház bontásra vár, két szereplős, egy felvonásos, és hát ott hirtelen beválasztottak. Hát ez még egészen a legelején történt a pályának. De aztán jött a Tarbéra, a hát, panel a Tarbéra, lakás. A panel kapcsolata panel azért kapcsolat, igen, panel igen, azt Koltai Romival játszottak. Igen, meg a fiunk, a gyerek, egyszerűen gyerekünket. Kölcsönbe kaptunk egy kicsit, meg két gyerekes házaspárt játszottunk, de kaptunk egyet kölcsön, de a sajátunk játszotta a éppen kiskamasz gyerekünk. És az aztán nem volt furi, hogy... Tulajdonképpen végigjátszottál mindent Kaposvárról, eljöttél Kaposvárról, és ilyen sikerfilmekbe te lettél. Tehát a Robi akkor már rég ismert volt országosan, és ilyen sikerfilmekben lettél te aztán. Hát később, aztán igen, mert először ismert. Még a Gotárnál igen. Játszottam tévéfilmekben. De az ajándék ez a nap is és volt. És aztán volt az ajándék ez a nap. Na azért aztán kaptam legjobb női alakítás díjat is, az már azért úgy... Úgy nem indult el még a filmes pályám, még kimaradtak évek, de mindig nagyon sokat. Ott egyébként nem az volt, hogy az ajándékhez a napból te játszottad volna
abszolút főszerepet, csak nem adott tudom, ki a színház, vagy... Az eredeti ízét nem tudom, aha, az eredeti szereposztást, egyszerűen az volt... Tehát aztán végén 10 percben voltál nagyon jó részeg. Hát a... Igen. Tehát, a, hogy az esztergályos szívvel, és hát egy csodálatos zárójelenet, sorunk volt. Igen. Először egy étterem, először volt egy találkozás, csak a féltékenység kialakult, aztán utána volt egy éttermi beszélgetésünk, aztán egy presszó beszélgetésünk, és végén az ő lakásán egy egy ilyen totális egy kiborulás. Részeg, igen, igen, egy ilyen tajt részeg. Csodálatos állapot. Anyag volt, csodálatos szerep, és hát ugye a Gotthár Péter nagyon tudta, mit akar látni. De aztán voltak ezek az abszolút sikerek, a Zimmer Feli, meg a Csini Baba például. Az meg ugye hát igen, akkor már, nem is tudom, például a Kabai Barna, hogy ő miben látott engem korábban, nem tudom, de a Hippolitra, ő a Schneidernére, ő hívott meg például. Azt én nagyon szerettem. Tehát hiába ez ilyen ráismétlés, ezek a remake filmek. Hát, én azt nem szeretem, bevallom, én nagyon szerettem azt a filmet. Hát, mi nem az egész filmet szereti olyankor az ember, de a szerepemet nagyon szerettem. Érted, egy ilyen idősödő hölgy, aki még azt hiszi, hogy ő még mint nő még létezhet, és kövérkés, és egyszerűen imádtam az összes ilyen esendő jelenetemet. Nagyon a Csini Babában meg egy kalauz. Abba kalauz. Játszottam Andorai Péterrel, nagyon Timár Péterrel. És hogy hívtad, mert itt előtte szóba került, és mondtad, hogy hívtad egy valami én Szőröslábú Terikének hívtam azt a kalauznak. Hát persze, mert a zárójelenet, amikor végre megtaláltam újra azt az embert, aki nekem tetszett ott a villamoson, akkor én nőre öltözve, tehát nem kalózruhában, hanem nőre öltözve, lobogó haja, és tartom a lábomat, hogy látja, leborotváltattam, tehát hogy előtte szőrös volt a lábam, és hogy a Andorainak, hát ha majd itt tetszik, leborotváltatta a Terike a szőrös lábát. Tehát, hogy... Na, akkor most nézzünk meg egy kis szőrös lábú Terikét. Estét. Átszállót vagy vonalat? Hogy szólíthatom, szép asszony? Ittas, nem érek rá, remízi árat vagyok. Tehát itt előttem ebben a feszes egyenruhájában, azokon a szép szőrös lábain. Fölébreszt ezen a virágillatú nyári estén, és akkor még a nevét sem tudhatom meg. Annyira érdekli, Terézia vagyok. Terike, hívhatom így ma éjjel, csak amíg együtt közlekedünk. Bánom is én, de a jegyét nem fogja elbiccelni. Van eszembe, mit gondol? Hanem most látom csak, ahogy így jobban megnézem, Terike, kegyeden nincsen bugyi. Micsoda? Így, ahogy mondom. Le fogom szállítani. Hát, jó figura. Jó néhány ilyen figura volt, nem? Nagyon sok féle dolgot játszhattam. Nagyon, nagyon szerencsésnek mondhatom a pályámat valóban. Ez Timár Péternek az ötlete és stílusa volt. Ugye ezt felvettük előbb hangjátéknak, aztán ő lelassította, és arra a lassú ritmusra kellett, hogy... Átszállót kér vagy vonalat. És közben a lyukasztó a kezembe, ugye? Tehát, hogy és azt utána visszagyorsította. És akkor így ilyen furcsa mozgás jött létre. Ez egyébként az első filmje, az egészséges erotika volt, ami csodálatos, hát csikítozva nevettem. Igen, emlékszem rá. És aztán jött a Cimmer Feri 2, az egyet picivel jobban szerettem, de attól még megvolt a kettő is, de hát meg Hippolit, meg mit tudom én, hát valóban. Koltai Róbert is rendezett ilyen vígjáték hangulatú filmeket, először ugye a Sosalunk, meg az ő anyját játszhattam a filmben, Blaskó Péterrel, mint szülők. Aztán később volt még a Szamba, a Csocsó, a Megy a gőzös. Hát szóval gyakran előfordult, hogy Vidámat is játszhattam. Na, hát akkor még adjunk egyet, mert elsütjük, és aztán, hogy nehogy lemaradjon, mondjuk az újratervezés. Jó. Mondasz róla valamit? Az nagyon nagy élmény volt. Még az Eldorádóban volt egy unokám,
és egy ilyen egészen, akkor ő 11 éves volt. Ez ugye Bereményi Géza filmje az Eldorádó, és akkor egy 7 éves kisfiút játszott a 11 éves Tóth Barna, akkor az unokánkat. Uh-huh. És egy csodálatos jelenetünk volt a Torokdék után, amikor nem tudott, lebénult, és nem tudott járni, és a nagymama tanítja, és akkor egyik lába, és akkor tologattam a pici kis lábát, hogy logott ki a vászonhálóinkből. Ez a csodálatos élmény, és tudtam, hogy utána ő fölvetik a főiskolára, filmrendező szak, minden, és egyszer láttam hirdetni, hogy mozifilmet, játékfilmet rendezett, Rózsaszín Sajt, Bezeridivel a főszerepben, meg ő is játszott benne, és hát nagyon elszaladtam megnézni, nagyon tetszett. És egyszer telefon, Tóth Barna, no, Barna, szél, hát majdnem elájultam. Hát, hogy most lehetősége van, egy kis filmet, egy forgatókönyvet írt, nyert vele valami pályázaton, és hogy a Kaposváron lévő Kovács Zsolt, és rám gondolt, hogy mi legyünk a házás, kétszereplős anyag. Elküldte, hát azt gondoltam, hogy én, ha négy kézláb kell felnyalnom az egyenlítőt, akkor is eljátszom, mert olyan csodálatos volt a téma, és az egész stílusa, hogy... És hát nagyon tudtam, mit akar, és hát egy csodálatos film lett belőle, tényleg fillérekből, és olyan érték lett az életemben, amit van egy-két ilyen szerep, mit tudom én, pont a panelkapcsolat, vagy a Asernek a vizsgarendezése, a Szépen ő Patikába cserél, tehát vagy a Babarcinak a Molnár Ferenc Liliomban Julika. Babarci László, ezeket, igen. Ezeket, ha a ma megnézem... Igen, volt Marika, igen. Igen, és Lukács Sándor pedig Liliom. Ezeket, ha ma megnézem, ezek ma is, nekem magamnak is tetszenek például. Tehát, hogy látom, hogy jó. Mert az ember nagyon gyakran úgy nézi magát, hogy úristen, jaj, nem, ez miért így, jaj, nem. Tehát, hogy nagyon sokszor nem tetszem magamnak, miért hadarok, miért vagyok én, miért vagyok. És ez közte van az újratervezés, amit azt gondolom, hogy ha még élnék 10 évig, és akkor megnézem, akkor is tetszene. Tehát ez na, egy büszkeség. Akkor nézzünk bele. Úgy, ezen most tovább. Te, az nem rendőrautó ott az út szélén? Vigyázz, ne, hogy mérjenek. Sárga, Vilmos, sárga, lassíts! Látom, hogy sárga, hát mit gondolsz, én mit nézek? Na jól van, ez már a Nyírpalota út. Hogy lehet így öltözni? Kim van az egész háttannak a kislánynak. Csoda, hogy megfáznak, aztán nem lesz gyerekük. Na? Itt ezen most be, balra. Vigyázz, jönnek szembe! Borzalmas figura. Hát eléggé. Aztán tudom, hogy téged azért eléggé megviselt, amikor eljöttél Kaposvárról. Tehát úgy azt érezted, hogy nem lesz neked itt helyed, és hogy mi lesz veled. Nem, de én aggódni nem aggódtam. Én pontosan tudtam, hogy egy kiöregedő színésznőnek sokkal kevesebb munkalehetősége van már. És hogy a budapesti, tehát a fővárosi színházak tele vannak, mindegyikben van egy vagy két kiöregedő színésznő, aki pont gondot okoz az igazgatónak, hogy mivel elégítse ki, tehát mit hozzon ki rá, mivel, mit játszom, minden. Tehát én egy picit sem számítottam, hogy majd vendégként jobbra-balra fognak hívni. Tehát, de én ezt nem keserűen éltem meg. Tönkre mentem abba, hogy ha valami elromlott és nincs tovább, akkor erről le kell mondani. El kell jönni, Kaposváros, kész. Mert ott már valami más hangulatú dolog indult el, ami nekem már nem esett ugyan jól, mint az addig eltöltött 29 év, annyit töltöttem ott végül is két részletben. Tehát eljöttem, és pontosan tudtam, hogy nem úgy, hogy hú, a pogányabb vagy a pályát, szép lassan kikopok a pályáról, és kész. És jön az öregség. Na de aztán már azért abszolút nem ez. De azért, mert a Gál Erzsi, anélkül tudta volna, hogy én már szabadúszó vagyok, azonnal hívott a Werner Schwab népírtás című darabjába, egy stúdióelőadásba, amit a József Attilában rendezett. Tehát az volt az első, ami még azon a nyáron már bejött, ahogy kitettem a lábam Kaposvár. És utána már őszre már megjött a Asher Tamás hívása. A Werner Schwab Elnöknők című darabjába. Akkor és aztán játszott el József Attilában a játékszínben. Illetve egy következő, akkor be kellett ugrani a Sütcilla szerepébe, a Csupa Ballábba, akkor a játékszínbe hívott a Balázs Zsovics Lajos. Hát és ezek csodálatos
események voltak a pályámon, mert hiába vígjáték, amit én korábban egy fokkal kevésbé kedveltem, mint amikor Csehovot, vagy nagy darabokat, vagy nagy szerepeket játszhatok, de hát olyan emberekkel kerülhettem egy színpadra, akivel korábban még élőben is alig-alig talált, hogy Darvas Iván, érted, vagy Őze Lajos. Ez a borzalmas, csodálatos élmények értek, és akkor mi egyik hozta a másikát, és akkor végén, amikor a Fejes Endre Vonó Ignácát vették elő a József Attila, és a Garas Dezső, aki valaha játszott a Kismanyival, ő megrendezte nekünk, hát ezekből szerelem, tehát szerepszerelem lett például a Vonó Ignác Máknéja. Hát fuldokoltam a boldogságtól, hogy játszhatom. De és akkor így egyre tovább, És akkor egyszer aztán csak... Zörkényszínházban meg hazataláltál tulajdonképpen. Igen, és egyszer csak ez, pont Sopronban játszottam Forgács András dramaturg, akkor éppen rendezett, Kecskeméten is rendezett közben, utána már, de akkor éppen Sopronban rendezett, és akkor megjelent a Mácsai Pál ott. És aztán mondta, hogy velem szeretne beszélgetni. De lejött Sopronba megnézni engem egy szerepbe, és mondta, hogy Asher Tamás rendez két Ionescut a következő évadban nála, Kopasz énekesnőt és a külön órát, és ugye abban a külön órában, Kopasz énekesnőt játszottam Ashernél a Mrs. Smith-t valaha, Kaposváron, de most a külön órában Mária szobalány, vagy cselédlány, vagy házvezetőnő, vagy minek nevezzük. És akkor jaj, örültem nagyon, és mondtam, jó. Ez megtörtént, mint vendég, de akkor már szólt, hogy ha most neki nincs státusz, meg nincs pénze szerződtetésre, akkor még a Nagymadácsnak volt a Oldalági kis színháza, igen. Meg Madács Kamara egy, is volt talán. És a gazdasági függés, még minden. Na és akkor mondta, hogy most, de ha lesz mozgás a társulatban, szeretne leszerződtetni. És akkor lett mozgás, és leszerződtett. Akkor jött oda Széles László is, tehát hogy az egy nagyon... És akkor ő úgy beszélgetett velem, azt mondja, hogy most mégiscsak lett mozgás, és felajánlja akkor a szerződést, nem kell rögtön választani, mondom, igen. Tehát, hogy mit gondolkodjak ezen? Hát akkor én már láttam az Örkény estjét, az Azt meséld el, Pista. Hát én nem tudtam, hogy én... Évtizedek óta játszik. Tehát én nem tudtam, hogy amikor ezt először láttam, akkor én nem tudtam, hogy élve ki tudok-e jönni abból Tüköri utcai pincészre. Komédiumban ment, igen, ott. Tehát én nem tudtam, hogy élve följövök-e abból a pincéből. Tehát olyan katarzis ért, hogy én azt hittem, hogy ott meg... És én akkor éreztem azt, hogy ez az az ember, akivel én örökre, amíg élek, tudnék együtt gondolkodni. Tehát, hogy itt teljes ez, hogy ez nekem nagyon stimmel ez az ember. És akkor ezért mond azt, hogy nem kell rögtön válaszolni, mondom, hogy igen. Tehát, hogy nem nincs mit gondolkodni. Tehát nem tudom, egy tavalyi interjút olvastam veled, abban azt mondod, hogy 15 szereped van. Most éppen a 15-et elkezdtem. 14 volt évad kezdéskor. Tehát ahhoz képest, hogy azt hitted, hogy lassan kikopsz a pályáról. Hát de volt már 18 is kézzel. Volt olyan évad, volt, hogy 34 előadásom volt egy hónapban. Hát, és közben az ember öregszik, érted? Tehát, hogy ez azért durva a helyzet néha. Néha alig bírok tovább menni. Tehát már érzem, hogy fáradt vagyok, és jó lenne egy este otthon, meg ne. De hát, ha nincs átmenet, hát nincs átmenet. Mert lehetne az, hogy dolgoznék, de kevesebbet. De egyelőre még nem így alakul a helyzet. Most a Gáspár Ildivel fogunk dolgozni a Macbethbe. Négy emberrel játsz az egész Macbethet. Hát persze, volt hogy már ilyen kis Csaba rendezett, igen, egy ilyen maglepet. Igen, most ezek kihívások. Győrbe a Padlás Színházban. És hát nem láttam, de most nekünk akkor ki kell találni, mi legyen. Tehát, hogy ezek persze, hogy kihívások, az embert érdekli, de hát nem tudom. És minden olyan, ami egy újabb kihívás, akkor megint érdekelne a dolog, érted? Akár fáradt vagyok, akár nem. De hát is a régi előadásaimat szeretem a legjobban. Tehát az Elnöknők 22 évet, Isten őriz, hogy abba hagyjuk. Hát minden hát még van egy monodrámád, jó, abban még valaki azért picit benne van, a Sötétben látott üdvében. A Sötétben látott üdvében megjelennek, az egy gyerekelőadás, egy kerek óráig beszélek valóban, annélkül, hogy lenne időm nyelni vagy köhögni. Nem könnyű, és mindig délelőtt, amikor még, hát ez egy agyon használt szerkezet, délelőtt még recseg, érted, szóval nem könnyű, de hát imádom azt meg is játszani. Meg te amúgy is későn kelő vagy. Én a bagyobbagja vagyok, igen. Tehát hogy én 3 napig fönn tudok maradni, nem, észre se veszik rajtam, hogy nem aludtam, de fölkelni,
és akkor undok vagy, depressziós, és undok vagyok, és utálom, hogy egyáltalán létezem a földön. Tehát, hogy nagyon rossz. A baglyok bagjának a bagja. De akkor most alapvetően azért meg vagy, nem? Megyek tovább, a kötelesség is visz, meg mit tudom én. Hát persze, hogy az ember, amikor már színpadon van, akkor már szeretem csinálni, de beülni az öltözőbe itt szembe a tükörrel, és azon gondolkodni, hogy most mit csináljak magammal, hogy valahogy, az szörnyű. Az szörnyű, az senkinek nem kívánom azt az érzést, hogy hát ugye én a hízást nem tudom megbocsátani, és még sincs bennem annyi hiúság, hogy igazán tegyek ellene. Mert az a baj, hogy nagyon sokat vagyok ébren, tehát én többször eszem naponta, mint amennyi normális embernek jár. És ettől én a nagy éjszakai evő vagyok, és hát egyre csak hízom. Nemrégen sikerült egy 4-5 kilót lefogyni, azt most megint visszahíztam. Most megint majd nagyon elszégyellem magam, megint jön a őrkény macska játék. És abban nagyon utálom, hogy ennyire pocakos lettem. Tehát, hogy hiába azt érzem ugyanakkor, hogy minél öregebb az Orbánné, annál groteszkebb, hogy ő szerelmes, érted? Tehát, hogy azt érzem, hogy nem baj, hogy így nézek ki, de mégis rettenetesen zavar és szégyellem. Na mindegy. Én köszönöm, hogy jöttél, és engem nem zavart, hogy így nézel ki. Köszönöm szépen. És önöknek is köszönöm, hogyha néztek minket. Egy hét múlva, azaz december 11-én, kedden 19:45-től is lesz Bóta Café. Megint egy Kossuth Díjas művésznő lesz a vendégünk, nem színész ezúttal, hanem goblej művész. Péreli Zsuzsáról van szó, akinek egészen varázslatos és csodálatos munkái vannak. Ugye ő textilművész is, keramikus is, de igazából a goblejben van nagyon otthon. Nagyon jó mesélőkéje van neki is, és azt is lehet tudni, hogy ugye ő Tocsvai Lászlónak a felesége, aki volt már itt, de azért őt is láthatják majd, mert bejelentkezik Skype-on. Tehát akkor a nagyszerű Péreli Zsuzsa lesz a vendégünk december 11-én, kedden 19:45-től a Bóta Caféban. A viszontlátásra!